A Hadtörténeti Intézet és Múzeum dísztermében tartották a Kortanúk 56 lángjának őrzője Wittner Mária című film beharangozóját november 4-én. Az életinterjúban Wittner Mária mesél gyermekkoráról, az 1956-os eseményekről, a börtönben töltött évekről és az azóta eltelt időszakról. A rendezvényen Németh Szilárd, a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára miniszterhelyettes hangsúlyozta, az 1956. november 4-én hazánkra támadó idegenharckocsik a magyar népvágyait nem tudták eltaposni. Ennek a szabadság szerető magyar népnek az egyik legkiemelkedőbb, legszebb és legtisztább példája Wittner Marika néni, 56 hőse, aki a saját szenvedésén keresztül, az 56-ban tett tanúságtételén, harcán keresztül, az utána őrá várt időn keresztül, és aztán a rendszerváltás után, amikor úgy éreztük, hogy itt valami megvalósul ebből az egészből, avval a tevékenységével járult ahhoz hozzá, hogy ma Magyarország az független ország legyen. A Katonai Filmstúdió által készített DVD kiadvány tartalmi elemeit Isaszegi János nyugállományú vezérőrnagy, a Zrínyi kiadó vezetője ismertette, majd Wittner Mária egykori 56-os halálra ítélt úgy fogalmazott, bár sokan arra bíztatták őket, hogy felejtsék el az áldozatokat, a mártírokat, azt, hogy egyáltalán élnek, a történteket nem lehet semmissé tenni. Az ember mindig visszatér oda, ahova úgy érzi, hogy lelkileg tartozik. Mint ahogy visszatér mindig a síralomházba is. Mert bár arra biztattak bennünket, hogy el kell felejteni. Nem is tudom, hogy normális embert képes-e ilyet kimondani a száján. Hogy felejtse el az egész életét, felejtse el önmagát, felejtse el az áldozatokat, felejtse el a mártírokat, és felejtse el egyáltalán azt, hogy él. Az 56 perces portréfilmet hétfőn mutatják be a Duna World csatornán 22 óra 35 perckor.